Mindenkit szeretettel üdvözlök, Rózsa Károly vagyok, lézerfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Több mint 40 éve Mester Endre professzor úr Magyarországon mutatta ki elsőnek, hogy olyan sebek, fekélyek, amik nem gyógyulnak be hagyományos kezeléssel, kis intenzitású lézerfény hatására begyógyulnak. Ezt a folyamatot biostimulációnak nevezte el, és ma már a lézeres gyógyítás és a lézeres biostimulációs folyamatok az egész világon elterjedtek. Abban az időben a lézerek drágák, kis teljesítményűek és nagyon nehezen elérhetőek voltak. Így a betegszám nagyon kis részét tudtuk csak kezelni. Felmerült a kérdés, hogy létezik-e a lézernek olyan alternatívája, még ha nem is annyira hatásos, amelyikkel emberek tömegeit lehet gyógyítani a biostimuláció felhasználásával. Kimutattuk azt, hogy a lézer poláros fényt sugároz. Kimutattuk azt, hogy a poláros fény önmagában is gyógyító hatású, sikerült vele sebeket begyógyítani, ebből fejlődött ki a poláros fényű lámpák több változata, Evolite, Bioptron. A fizikusok pontosan tudják, de mindenki számára egyszerűen megmutatható, hogy ez a polarizáció kizárólag a bőr felületén hat, a mélyebb rétegekben a fényszoródás miatt elveszik. Elveszik a poláros lézerfénynél is, és elveszik a poláros fényű lámpáknál is. A lézerfénynek viszont egyéb gyógyító tulajdonságai vannak, az egyszínűség, a koherencia, ami szabályos fényhullámvonulatot jelent, és ezek megmaradnak a mélyebb rétegeken is. Ezt egyszerű kísérleten is meg lehet mutatni, egy papírlapon, egy csirkebőrön keresztül világítva. A fény polarizációja eltűnik, a koherenciából adódó intenzitás moduláció, a fény szerkezete viszont megmarad. Ennek tudható be az, hogy a lézerek a mélyebb rétegekben is nagy hatásfokkal gyógyítanak, és ennek köszönhető az, hogy mélyebb rétegekben, izmokban, izületekben a lézerfény hatásos, olyan esetekben is, amikor egyéb módszert nem lehet sikeresen alkalmazni.